Köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőjét. Székesfehérváron szövetségben indul a Mi Hazánk mozgalom. Ez a beszélgetésünk mai témája. Vendégünk Horváth Tancsa Ágnes és Torockai László, a Mi Hazánk elnöke. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget. Ugye erről az összefogásról már pénteken itt a Fehérvár Televízió nézői értesülhettek. Miért döntött úgy a Mi Hazánk, illetve az önök egyesülete, hogy szövetséget alkotnak itt a városban? Az alapításunk pillanata kezdetétől egy unortodox párt vagyunk, unortodox politikát folytatunk, ugyanis számunkra nem a párt érdek az első, hanem mindig a haza érdeke az első, és a nemzet érdeke az első. Ezt nem csak az európai parlamenti választásokon, vagy majd 2022-ben az országgyűlési választásokon, hanem a helyi önkormányzati választásokon is szeretnénk érvényre juttatni. Jó lenne, hogyha nem egy ilyen öncélú párt csatározásról szólna minden egyes választás, hanem az emberekről, és megnéznénk azt, hogy hol, mi az, amivel leginkább a hazánkat segíteni tudjuk. Ez vonatkozik most Székesfehérvárra is. Azt látjuk országszerte, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy legyen a most már kétpólusúvá vált politikai rendszerben a Fidesz vagy Orbán Viktor által képviselt urambátyám rendszer, illetve a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett, most már mi úgy mondjuk, hogy nem is balliberális tömb, hanem Gyurcsány Ferenc csatlósai nevű egyesült tömb. És hát ez a két nagy tömb adott már elég lehetőséget arra a magyar embereknek, hogy megismerjék őket. Gyurcsány kormányára is emlékszünk, Orbán Viktor kormányát is jól ismerjük, de azt látjuk, hogy a legtöbb magyar ember egy harmadik lehetőséget keres, és általában otthon marad a választásokon. Tehát mi ezt a tömeget, a legnagyobb lélekszámú tömeget szeretnénk megszólítani. Székesfehérváron régóta ismeri a helyi szervezetünk, sőt én magam személy szerint is Horváth Tancsa Ágnest, azt a világot, azt a világnézetet és azt a felfogást képvisel, amit mi is képviselünk, tehát mindig a nemzet, mindig a haza a legfontosabb, és számára értelemszerűen Székesfehérvár a városa a legfontosabb. Azt is bejelentettük, hogy mi csak ott indulunk, ahol ennek értelmét látjuk. Például a fővárosban a főpolgármester jelölt személye körül most már egészen elképesztő bohózat zajlik. Látjuk, hogy most már Berki Krisztián is kimászott a luxus medencéből, hogy magát polgármester jelöltnek hirdesse meg Budapesten. Mi nem szeretnénk ilyen bohózatokban részt venni, mi nagyon komolyan vesszük az emberek szolgálatát, és számunkra ez nem egy játék, hanem ez a hazánkról szól, és ebben az esetben Székesfehérvárról szól. Úgy láttuk, és a helyi szervezetünk is úgy látta, hogy Horváth Tancsa Ágnes és az a civil összefogás, amely körülötte összpontosul, képviseli ugyanezt a gondolatvilágot, és szeretne egy olyan alternatívát, sőt egy olyan harmadik lehetőséget kínálni a székesfehérváriak számára is, ami azt gondolom, hogy előre vinné ezt a várost, mint ahogy az egész országot előre vinné, hogyha ilyen típusú összefogások és szemlélet kezdene uralkodni a magyar politikában. Mi ez a harmadik elképzelés? Mi nagyon fontosnak gondoltuk, és egyébként köszönöm Lacinak, hogy ilyen sok szépet is jót mondott rólunk, és lassan ismételni fogom csak azokat a szempontokat, ami mentén ugye az összefogásunk és a szövetségünk körvonalazódott, hogy egyrészt nagyon régi az ismerettség, tehát mind a politikai nézeteiket, mind az értékrendjüket tekintve, mind pedig a személyes ismerettség, tehát emberként is azért elég régóta ismerjük egymást, mind Lacival, mind pedig a Mi Hazánk vezetőségével és nagyon sok tagjával is. Mi amikor kiléptünk a Jobbikból, akkor azt határoztuk el, vagy úgy döntöttünk, hogy nem lépünk be egy újabb, egy másik politikai formációban, nem szeretnénk egy Budapestről irányított pártközpontot anyakunkba. Ez mondjuk a Mi Hazánk esetében egyáltalán nem áll. De mindezzel együtt ugye a Mi Hazánkat is mi kívülről támogatjuk az EP választáson is, és nagyon sok esetben, amikor olyan célokat fogalmaznak meg, ami számunkra is fontosak és értékként előtérbe helyezendők, azok mellé odaállunk és támogatjuk a segítségünket, ajánlottuk nagyon sok olyan ügyben, mint például a devizahitelesek megsegítésekor is, infrastruktúrával, minden egyébben, amivel tényleg szívvel lélekkel tudunk azonosulni. Az, hogy mégis az együttműködés és a közös indulás mellett döntöttünk, annak az az oka, hogy a Mi Hazánk mozgalom vezetése meghagyta nekünk azt a lehetőséget, hogy
hogy mi induljunk, tehát hogy a mi szabadságunk az megmarad, ugyanakkor pedig az ő támogatásuk is gyakorlatilag beépül ebbe a körbe, és az a két jelölt, akivel ők támogatják a mi munkánkat, illetve az a háttérstáb, akivel ők támogatják a munkánkat, hiszen székesfehérvári szervezetüknek a tagjai és az ő támogatóik nagy segítségünkre vannak a kampányban és az előkészítő munkákban is. Ők olyan értéket és olyan értékes emberként vesznek részt ebben a munkában, ami én azt gondolom, hogy csak jó eredményt hozhat és csak jó irányba viheti a közös együttműködésünket. Akkor minden körzetben lesznek jelöltek, minden... amik közül ugye kettő személy, akkor ezek szerint a Mi Hazánktól. Igen, tehát ha a technikai részt nézzük, akkor ugye 14 választókörzet van Székesfehérváron, ebből 10-ben indul a Szövetségben Fehérvárért Egyesület tagja, vagy konkrétan jelöltje, és 4 olyan körzet van, amiben nem a szövetség indít jelöltet, hanem a Mi Hazánk 2-ben, és van még 2 olyan körzet, amiben szintén egy jobboldali szervezet fog indítani. Ezt még a későbbiekre hagynám, hogy melyik ez a szervezet, nem hiszem, hogy nagy találgatásokra egyébként okot ad, de még folynak az egyeztetések köztünk itt, főleg a körzetekre vonatkozóan, már maga a megállapodás megszületett, de ezt még egy picit hátrébb betenném. Tehát ez a technikai része, és mind a 14-en a Szövetségben Fehérvárért Egyesület égisze alatt indulunk el, polgármester jelöltel, képviselőjelöltekkel. Polgármester jelölt személyéről mit tudhatunk? Polgármester jelölt személyéről azt tudhatjuk, hogy ezt inkább lehet, hogy meghagyom a Lacinak ezt a lehetőséget. Igen, ezt is elmondtam korábban a köztelevízióban, hogy polgármester jelöltet is ott állítunk, illetve ott támogatunk, ahol ennek látjuk értelmét, ahol látunk olyan személyt, aki mögé a Mi Hazánk mozgalom be tud állni. De ebben az esetben nagyon egyszerű volt a dolgunk, hiszen Horváth Tancsa Ágnest, ahogy elmondtam, ismerjük, és ez a szövetség itt a helyi szervezetünkkel már megköttetett, és mint polgármester jelölt meg is mérettetné magát Ágnes, mi pedig támogatjuk, tehát ő a mi jelöltünk. Ha már ex-jobbikosként ülnek itt, akkor bizonyára mind a ketten ismerik Fazekas Attilát, aki most ugye nagyon aktív tagja ennek az összefogott ellenzéki tömörülésnek Székesfehérváron. Mi a véleményük erről? Nem feltétlenül szeretném a politikai ellenfeleinket minősíteni, az ő esetében különösen nehéz ezt megtennem, hiszen közel 20 évvel ezelőtt a 64 vármegyéifjúsági mozgalom alapítója voltam, ő pedig éppen Székesfehérváron kívánta megalapítani a 64 vármegyét, most pedig a demokratikus koalícióval és Momentummal és hasonló számomra teljesen vállalhatatlan magyar ellenes pártokkal, szervezetekkel, külföldről támogatott szervezetekkel indulnak a választásokon, de egy teljesen más világ. És számomra egyébként érthetetlen, hogy a magyar választópolgárok hogyan tudnak esetleg olyan pártokra vagy pártszövetségekre szavazni, amelyek teljesen hiteltelenek, amelynek a Jobbik, esetünkben a Jobbik szóvivője Mirkóczki Ádám azt mondta, hogy 2010 előtt hazudtak a választópolgároknak, tehát az, amit addig képviseltek, vagy azután még néhány évig képviseltek, az valójában nem az, amit most képviselnek, de úgy látom, hogy a magyar választópolgárokat nem lehet ilyen csúnyán átverni, és hát megbüntetik az ilyen elvtelen opportunista szövetségeket. Már láthattuk az EP választáson, hogy tulajdonképpen a Mi Hazánk most már ugye a Jobbikot beérte, ők az ötödik, pedig a hatodik legerősebb pártá váltunk, csak hát az a különbség, hogy ők egy 20 éve épített párt színeit képviselik, mi pedig egy alig egy éves új párt színeit, viszont mi nem cserélgetjük az elveinket, úgyhogy természetesen mi azzal a szövetséggel semmilyen közösséget vállalni nem tudunk, értelemszerűen versenytársainknak tekintjük őket, mögöttük sokkal több pénz, hatalom és külföldi támogatás áll, mi viszont a magyar embereket szeretnénk és a székesfehérváriakat szeretnénk ezzel a szövetséggel szolgálni, és én azt gondolom, hogy erre van most már a magyar embereknek igénye, olyan sokszor átverték már őket a politikai pártok, politikusok az elmúlt évtizedekben itt Magyarországon, hogy nem lehet ezt velük még egyszer megtenni. Az Attila személyétől én is elvonatkoztatnék, hiszen az ő döntéseit nem tisztem nekem megítélni. Azt, hogy én őt nem értem, vagy nem tudom elfogadni az ő döntését, az megint egy másik kérdés, de ez a döntést ő maga meghozta. Az a szervezeti egység, vagy az az összefogás, aminek ő most részese, az már sokkal érdekesebb számomra is.
Egyrésztről azért, mert ugyancsak értetlenül állok előtte. Tehát olyan pártok fognak össze, amelyek itt helyi szinten is korábban élesen bírálták egymást, jelentősen szembe mentek egymással, nincsenek közös alapokra helyezett értékeik, nincs egy közös nevező, ami mentén ők egy várost vezetni tudnának. Az, hogy az elmúlt időszakban tettek nélküli botránykeltésekkel volt tele tőlük a fehérvári sajtó, az azt gondolom, hogy jól jellemzi azt, hogy ők hogyan működnek, vagy mi a céljuk. Én nem hiszem, hogy alternatívát tudnak adni a fehérváriak számára. Az, hogy a fehérvári emberek összefogást szeretnének, egységet szeretnének, az nem azt jelenti, hogy értékkülönbözőségben szenvedő, tehát egymást a teljesen különböző pártoknak az összefogását igénylik, hanem inkább azt jelenti, hogy az embereknek, tehát személyes kapcsolatoknak az összefogását szeretnék ők látni, és ez nem arra megy. Ez inkább a széthúzásra, a Fehérvár megosztására, a fehérvári nyugalomnak a felborítására törekszik, és még azt sem mondanám, hogy probléma felvetésektől hangos, hiszen ők földobnak egy-egy témát, azt kiszínezik, kiélezik, de nem a valós problémákra fókuszálnak, nem a megoldás irányába igyekeznek elmenni, hanem inkább egyfajta hangulatkeltéssel, egyfajta népsokkolással a saját politikai tőkéjüket kovácsolják. Ami azt gondolom, hogy se rövid távon, se hosszú távon nem szolgálja sem Székesfehérvár, sem pedig az itt élőknek az érdekeit. Ugye az imént elnök úr említette az EP választást, talán akkor beszélgettünk itt utoljára a Fehérvár TV stúdiójában. Az eredményekről is szót ejtettünk, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy jó felkészülés, vagy a felkészülésnek egy jó előszobája volt már akkor is az önkormányzati választásokra, illetve az önkormányzati választási kampányra? A kettőt nem kapcsolnám össze, két nagyon különböző kampányról van szó, hiszen az európai parlamenti választások azok elsősorban az Európai Unióról, és ugye annak voltak fő üzenetei, azokról szóltak, itt pedig kifejezetten lokális ügyekről van szó. Én ugye éppen az előbb itt beszélgettünk még a stúdió előtt arról, hogy tulajdonképpen az újkori magyar demokrácia történetének első olyan parlamenti képviselettel is rendelkező párt elnöke vagyok, aki főállású polgármesterként valahonnan a távoli vidékről látja el a feladatát, tehát én Ásotthalmon polgármesterként dolgozom, most délelőtt is még a polgármesteri hivatalban intéztem a település ügyeit, beruházásokkal, egyebekkel foglalkoztam. Értelemszerűen sok tapasztalatot gyűjtöttem, közel 6 éve ülök ebben a polgármesteri székben, és éppen nevetve beszélgettünk arról, hogy ellenem bárki tüntethetett. Tehát amikor a Gyurcsány párt jött kampányolni, én mindig adtam nekik lehetőséget, teret arra, hogy ők kampányoljanak, amikor Budapestről odaszállított ellentüntetők jöttek a polgármesteri hivatalom elé tüntetni ellenem, akkor én a helyi lakosságot kértem arra, hogy engedjék, hogy ők is éljenek a szólásszabadság jogával. Tehát ha lehet azt mondani, annak ellenére, hogy mint nem tudom, nemzeti radikálisnak és nem tudom milyen egyéb jelzővel ellátott politikusnak szoktak engem nevezni, annak ellenére a demokrácia az nagyon jól működik nálunk Ásotthalmon, és tényleg virágozzék minden virág alapon, a legnagyobb békesség van. 6 éve ásatalomról nem hallottak olyan híreket, hogy feloszlatja magát a képviselőtestület, vagy hogy a viták miatt nem tud működni a település. Mi ezt szeretnénk az önkormányzati választásokon, ezt a fajta gondolatvilágot megjeleníteni. Egy ilyen iszabbirkózás zajlik a két nagy oldal, ugye a Fidesz, illetve ez az Egyesült Szivárvány koalíció között. Mi nem ezt szeretnénk a helyi politikában képviselni, mi tényleg az embereket szeretnénk, és hogyha bárki elmegy Ásotthalomra és megkérdezi az ott élő mondjuk 4000 embert, hogy én ott a pártpolitikai érdekeimet érvényesítem-e, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenkitől azt a választ fogja kapni, hogy itt a településen soha senkinek abból nem volt baja, vagy hátrányt azért nem szenvedett, mert mondjuk bizonyos nagy politikai kérdésekben nem ért velem egyet. Viszont mindannyian a településért dolgozunk, és Ásotthalom ennek megfelelően nyugodtan mondhatom, hogy fejlődik. Ugyanezt szeretnénk meghonosítani, és ebben nagyon eltérünk a két másik nagy tömbtől, a Fidesztől, illetve ettől a szivárványos balliberális, vagy nem tudom minek nevezett tömbtől, aminek ugye most már szerves része a Jobbik is.
Mi tényleg szeretnénk helyben elsősorban a helyi ügyekre összpontosítani. Rögtön itt a beszélgetés előtt azt is leszögeztem, hogy én nem fogok beleszólni még most sem itt a stúdióban sem helyi kérdésekbe, helyi ügyekbe. Akik itt élnek, azok tudják, hogy melyek a legfontosabb kérdések, melyek a legfontosabb problémák. Az én szerepem ebben a történetben, ha nyerünk akkor is, az lesz, hogy én segítsem a magam tapasztalataival, országos kapcsolatrendszerével és a többivel, segítsem a települést előre vinni, nem pedig az, hogy valamilyen hátországot építsünk a pártunknak, vagy egy település büdzséjéből finanszírozzuk a pártunk működését, és a többi, és a többi. Tehát mi tényleg egy valós alternatívát szeretnénk kínálni ezzel a Gyurcsány-féle vagy Orbán Viktor-féle két nagy politikai tömbbel szemben. Amíg érdekes, amit említ, mert amúgy az önkormányzati munkában én azt gondolom, hogy Fehérváron is egy ilyesfajta szemlélet érvényesül. Én azt gondolom, hogy ilyesfajta szemlélet érvényesült eddig. Én azt gondolom, most a mostani előképek azt mutatják, hogy ez a kampány egy eléggé kemény kampány lesz, nem lesznek barátságos megnyilvánulások benne. Az látszik sajnos, hogy az országos politika rendkívüli módon rányomja a bélyegét erre a kampányra, és most így a városra is. A Szövetségben Fehérvárért Egyesületnek pont ez a célja, és pont ez is az, amivel egyébként a Lacinak az elképzeléseivel, a Mi Hazánk elképzeléseivel abszolút találkozunk, az, hogy mi egy klasszikus képviseletet kínálunk a fehérváriak számára, pártközponttól mentesen. Azok a jelöltek, akik a színeinkben indulnak, ők mind a közéletben aktív szereplők, tehát van közéleti múltjuk, ugyanakkor nincs pártpolitikai múltjuk a többségüknek egy-két kivételtől eltekintve, de már ők sem aktívan pártagok leszámítva, hogy a Mi Hazánk és a másik szervezetnek a jelöltjeit. De nem szeretnénk, hogy rátelepedjen a város dolgaira az országos politika, mert nincs dolga vele. A lehetőségek megteremtésében van lehetőség és van feladata az országos politikának az, hogy egy ekkora város, egy ilyen történelmi múlttal, ilyen gazdasági erővel bíró város a lehető legjobban ki tudja használni az adottságait, ahhoz kell az országos politikának a támogatása. De nem kell az, hogy rátelepedjen és egy csatározási szintérét tegye. Úgyhogy mi ebben bízunk, hogy ezt tudjuk féken tartani, és ezt tudjuk megakadályozni, hogy ez még jobban kiteljesedjen, mert hogy most így a kampány előtt, úgyhogy még tulajdonképpen majd augusztus végén kezdődik a hivatalos kampány, már most azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon markánsan ráül a fehérvári emberek hétköznapjaira, mindennapjaira, ez az országos politikai csata. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát bizonyára szót ejtünk majd még itt a programról, és a kampány sem biztos, hogy fogunk még beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy itt voltak Esti Mérleggel, holnap is számítok majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!